Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, folytatjuk a múlt részben megkezdett, nagyon egyszerű, terminálós munkánkat. Az előző részben felfrissítettük a rendszerünket, majd ebben a részben megnézzük, hogyan tudunk telepíteni programot, hogyan tudunk leszedni programot. Ezeket a gondolatokat természetesen grafikus felületen is meg tudjátok tenni, de az azt követő egyéb adminisztratív feladatokat már nem, vagy nehézkesen tudjátok megtenni grafikus programokkal. Azaz érdemes, legalábbis saját véleményem szerint egy kis terminálos alapokat összeszedni, hiszen vannak olyan feladatok, vannak olyan funkciók, amelyeket gyorsabban, hatékonyabban tudunk elvégezni terminálba. De mielőtt nekiállnánk programokat feltenni, mit fogunk csinálni? Én úgy gondolom, hogy ha legalább kettő programot teszel fel, vagy valami egyéb a második részben, mármint ennek a résznek a második felében elhangzó gondolatokat is megteszed, akkor nyilvánvalóan az első feladat, hogy megnyitsz egy terminált, és szépen beírod a frissítési parancsot. Ne lepődjetek meg, hogy én most nem olyan hosszú, mindenféle kapcsolókkal rendelkező parancsot írok be, hanem egyszerűen csak up-al felkiáltású dolgot, és enter, és jelszó, és a terminálból el fog indulni nekem a rendszer frissítésem. Miért? Mert majd a végén meg fogjuk nézni, hogy mi ez az egyszerű up-al, vagy akármi, na hát ezt a végén megbeszéljük, hogyan lehet egy kicsit ezeket a hosszú parancsokat elkerülni. Hát vágjunk! A következő feladat természetesen az, hogy szeretnénk valamilyen programot telepíteni. Itt két dolgot kell tudni. Azt, hogy én mit szeretnék telepíteni, tehát annak a programnak a nevét, amit telepíteni szeretnék, illetve természetesen a parancsot. Én azt mondom, hogy mind a két parancsot érdemes ismerni, tehát a pacman parancsot is, illetve a jaj parancsot is, hiszen mind a kettővel tudunk telepíteni. Az első kifejezetten a Arch Linux saját tárolói a hivatalos csomagokhoz van kihegyezve, a jaj YAJ, az természetesen az Aurból is telepít. Nyilvánvalóan első körben megnézzük azt, hogy azt a parancs, az a program, vagy akármi, amit telepíteni szeretnénk, az megtalálható-e? Azaz, szeretnénk keresni az adatbázisba, hogy az előfordul-e? Megvan-e? Tehát az első kérdés természetesen az, hogy jaj, én ezt jobban szeretem, bár ez egyéni ízlés, és egy S betű és egy kis S betű leírásával megkeressük a HTOP nevű programnak az elérhetőségét. Természetesen már mindenki sejti, hogy a HTOP az bent van a tárolókba és meg lehet találni, de biztos, ami biztos, keressünk rá, rákeresünk, és elmondja, hogy a HTOP igazából elég sok helyen előfordul, mert van ilyen is, olyan is, és egyéb végig tudod nézni egyébként az, hogy melyik az, amelyik számodra fontos. Nyilvánvalóan az extra tárolóból a HTOP-ot szeretném majd én telepíteni, hiszen interaktív process, kukkoló program, azaz ezt jó lenne, ha telepítenénk. Hogyan tudjuk telepíteni? A telepítés nagyon egyszerű, először is töröljük le a táblát, leárral, eltűnik a fölösleges dolog, és akkor jaj, és egy darab S betű lesz az, amivel telepített setup, szerintem ez az, ami igazából könnyen megjegyezhető, setup, beállítás, feltevés, és indítjuk a függőségek feloldása, ütköző csomagok keresése, azaz elvégzi azokat a feladatokat, ami igazából fontos, függőségek élnek, igen, megvan minden, ami neki kell, hiszen nem sipákolt, nem sírt. Az ütköző csomagok keresése nyilvánvalóan nem jelezte, hogy van hasonló, és ezzel ellentétes az az ütköző csomag a rendszerünkbe, és bizony a csomagok között egyet talált, a HTOP 2.2.0 kötőjel egyet, a teljes letöltési méret nagyon kicsi, a teljes telepítési méret annyi, amennyi, és rákérdez, hogy kezdődhet-e a telepítés.
nyilvánvalóan, azt hiszem ez nem okoz gondot, én egy enter ütésével jelzem neki, hiszen látjátok, nagy ével jelzi az alapértelmezett enterre kapott parancsot, azaz az engedélyezést, kisi az N betűt, tehát az N-et meg kéném nyomni külön, és utána negálná, törölné ki ezt a gondolatot a fejéből, hogy ezt telepíteni kell. Igen, telepít, letölt mindent, megtett. Ennyi, nem is kell igazából tudnod azt, hogy éppen mit csinált a program, és azt sem kell tudnod itt ténylegesen, hogy a csomagok integritásának az ellenőrzését, meg egyebeket, minden megtesz. Lehet látni, megnézi, hogy a kulcsok, tehát az előbb éppen frissítettük a kulcsadatbázist, a validálását, hogy bizony ez hivatalos helyről származó dolgoknak a kulcsa bent van a gépünkben, lefrissítette a rendszer automatikusan, hiszen éppen az volt upgrade-be kijelölve, csomagok integritásának ellenőrzése, természetesen megnézi, hogy a csomag az hát valóban olyan, amilyennek kell lenni, a csomagfájlok betöltése, file ütközések ellenőrzése, vizsgálat, ez megtörténik, hozzá se kell lesz nyúlni, és szabad terület ellenőrzése nyilvánvalóan, igazából nem szokott ez probléma lenni, de egy nagyobb telepítésnél azért jó, hogyha megnézi, hogy van-e elég hely, elvégzi a szükséges munkát, öntevékenyet, csomagváltozások feldolgozása, nyilvánvalóan itt egyértelműen letölti és installálni fogja, utána elindítja a telepítést, hátoppot kérje, hogy mi az, megcsinálja azt, amit ő neki kell, és utána bizony a megfelelő műveletek után készen is van, hogy nehogy azt higgyétek, hogy én most csak úgy kamuzok, nézzük is meg, hátobb nevű kis programocska elindul, és látható, hogy a hátobb elindult, hogy ezt tudjátok, hogy mit csinál, vagy nem, hát azt hiszem mindegy, szépen le tudjátok olvasni, ez a top nevű programnak egy kicsit szebb, egy kicsit grafikusabb, jobban összerakott, legalábbis szerintem jobban átlátható verziója, érdemes telepíteni, Ctrl-C-vel ki is léptem belőle. Oké, ennyi. Ennyi. A következő művelet a keresésnél természetesen az, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy van-e olyan kulcsszóval telepített program. Azaz megnézem, hogy valóban telepítettünk egy programot, a rendszerünkben van, vagy az a fáj megtalálható-e. Most a változatosság kedvéért a pacmannal fogom bemutatni. Ugyanez a paraméterezése egyébként a jajnak is, azaz nézzük meg, hogy van-e olyan itt, hogy hátop. Hátop, és kiírja, hát előbb tettük fel, hogy igen, van a lokál per hátop, ebben a verzióval. Általában akkor szoktuk ezt használni, amikor meg szeretnénk nézni gyorsan egy program verzióját, amit telepítettünk, hiszen gyakorlatilag igazából az, hogy a hátop telepítve van, vagy nincs, legegyszerűbb úgy, hogy elindítod, és ha elindul, akkor nyilván telepítve van, ha nem indul el, akkor valami probléma van, valószínűleg nincs telepítve, és kírja, hogy interaktív process, kukkoló dolog, azaz, akár a pacman, akár a jaj, kötőjel Q, kises, kulcsszó megoldással bizony, te meg tudod nézni, hogy van-e program telepítve olyan kulcsszóval. Természetesen itt is használhatod a csillagot, egyéb ilyen helyettesítő karaktereket, nyilvánvalóan értelmezni tudja. Oké, nézzük is meg, hogy ez a hátop mi a szösz. Próbáljuk ki, jaj, kötőjel, és itt már nagyes, és kérünk róla információt. És, adjuk meg neki, hogy mit kese, és bizony, kéri azokat az adatokat, amiket te a grafikus felületnél is láthatod. Az összes olyan adatot kérje, ami számunkra fontos. Ennyi, tehát nem kell ehhez elindítani a grafikus felületet, ha például a honlapját szeretnéd megkeresni, vagy szeretnéd megkeresni azt, hogy milyen licensz alapján van, melyik tároló, milyen verzió, architektúra, vagy egyéb dolog, ami bizony-bizony ott azon a helyen szerepel, amit már megnéztük az alapozó részben, a videóban, hogy ott a programoknak a leírását meg tudod találni. Azaz nem kellett ehhez se egyéb olyan extrém grafikus programot elindítani. A következő gondolat, nyilvánvalóan, ha telepítettünk, meg akár a telepített programokról, akár
a nem telepített programokról le tudunk kérni információt, illetve hát gyakorlatilag a előző QS, tehát csak sima lekérdezés témakörben megnéztük, hogy fel van-e telepítve az a program, azon kívül mi a feladat? Hát töröljünk le egy programot. Nyilvánvalóan ez sem okozhat nagyon nagy gondot. A gondolat az, hogy nyilván vagy a jajt, vagy a pacmant fogjuk használni, én éppen begépeltem a jajt, hát bizony kérem, ezzel fogunk eltávolítani valamit. Mi az eltávolítás? Jegyezd meg, remove, ennyi, R és nagy R, és megadod azt a program nevet, amit szeretnél te eltávolítani. Most leszedjük a hátoppot a biztonság kedvét, úgyis vissza fogom tenni, de igazából hosszabb, nagyobb programot nem szennék le a példa kedvéért, és Enter kéri a jelszavunkat, megadjuk a jelszavunkat automatikusan, ha olyat szeretnénk eltávolítani, ami a rendszerhez tartozik, vagy hát rendszergazdai munkát végzünk, akkor automatikusan be fogja kérni nekünk a jelszót, megadtam, leenterezem, és elkívánja távolítani ezeket a programokat. Hát bizony, nagy betű az I, elég az Enter, és kisbetű az N, hogyha nem szeretnéd megnyomni az N-et, és akkor nem távolítja el. Most a példakedvéért eltávolítjuk, azaz simán egy Enter tütök, és mi történt? Ugyanaz villámgyorsan lefutott, itt leellenőrizheted, hogy 35 másodperc alatt közben érkeztek frissítések, nekem automatikusan be van állítva, hogy a frissítéseket jelezze, de hát nyilvánvaló most nem fogjuk a frissítéseket rögves megcsinálni. Miért? Mert egy későbbi pillanatban bizony újra frissítjük a rendszert, és legyen mit frissíteni, mert szeretném megmutatni, hogy bizony-bizony nagyon jó dolog, hogyha tudod a kapcsolókat, ha tudod a parancsokat, de ezt egy kicsit le is tudjuk ám rövidíteni megfelelő módszere. Azaz, elvégeztük idáig a legfontosabb telepítési műveleteket, és lépjünk is tovább. A következő gondolat természetesen az, hogy egy saját gépre letöltött telepítő fájlt hogyan tudunk telepíteni. Azaz előfordulhat, a hivatalos disztribúcióban nincs bent egy program. Ráadásul, bár ez egy kicsit ritkább, hiszen az Aurban sok minden elérhető, az Aurban sincs bent. Természetesen, ha felmész egy honlapra, megtetszik egy program, a készítő elkészíti az ARS csomagot is, akkor azt te tudod telepíteni. Tehát függetlenül attól, hogy az AUR tárolóba, vagy a saját gyári, hivatalos ARS tárolókba bent van-e, vagy nincs. Így hogyan tudunk telepíteni? Itt egy kicsit jobban kell figyelni, eddig is figyeltünk, de itt egy kicsit még jobban oda kell figyelni, hogy a terminált ott indítsd el, amelyik könyvtárban benne van a letöltött fájl. Én letöltöttem a Mega Command, tehát a Mega NZD-nek a parancsoros részét, tehát ez a leföltöltögetős kis parancsoros eszköz, volt már róla szó. Írtam cikket is róla, nagyon kényelmes. Na, lényeg az, hogy letöltöttem. Elindítjuk ebben a könyvtárban a terminált, és utána mit teszünk? Első, nem 100%, hogy ebből a könyvtárból kell indítani a terminált, azaz olyan fájlkezelőt, én a SpaceFM-et használom, amit nagyon megszeretem. Na, a lényeg, nem biztos, hogy ott kell közvetlenül elindítani, de CD parancsokkal be kell lépkedni abba a könyvtárba, ha nem akarod az egész elérési utat megadni. Én azért szeretem, hogy a leszedett cuccokat egy könyvtárba berakom, és abból indítom a leszed nevű könyvtár, látható kiírja, hogy a leszed könyvtárba vagyunk, és mit szeretnénk tenni? Telepíteni. A telepítés nagyon egy. Mit kell tenni? Pacman U. Na, nem tudom miért, hogy U, de U a kapcsoló, a helyi fájlok telepítésére megadjuk, hogy na, légy szíves, ebben a könyvtárba keresd, és én nagyon kényelmesen azt csinálom, hogy megnyomtam a Tab gombot, hiszen a ZSH automatikusan próbálja kiegészíteni a parancsort, vagy ad egy listát, amiből ki tudom a meglévő fájlokat választani. Azaz, meg kell adni azt, hogy mit szeretnél telepíteni. Nyilvánvalóan
ezt a hosszú mega CMD kötőjel X86 aláhúzás, hát ezt én nem igazán írogatnám be, ezért használj olyan shell-t, olyan parancsértelmező környezetet, ami ilyen kis automata kiegészítésekre alkalmatos. Ezek után más nincs, egy enter nyomsz, és utána megmondja a lényeget, hogy bizony, te telepíteni akarsz, és ki tud telepíteni? A rendszergazda. Megnyomod a felfele tartó nyilat, home gombbal előre mész a parancsor elejére, és beírod, mit, hogy sudo, ezt jegyezd meg, az ilyen parancsok elé illik oda tenni, én kifejezetten azért nem tettem oda, mert beszerettem volna mutatni, hogy nem kell újra begépelni az egészet, hanem a legtöbb parancsértelmezőbe, shellbe, terminálba a felfele mutató nyilacskával elő tudod a régebbi parancsokat lapozgatni. Figyelj arra, hogy ez egy biztonsági rés is lehet, és pontosan a mega kommandot szoktam összehozni ezzel, hogy ott bizony meg kell adni parancsorban a jelszót, és azt tárolni is fogja, azaz ezeket a dolgokat érdemes törölgetni, de volt erről szó. Na lényeg, sudo megvan, a parancsornak működnie kéne, és leenterezzük, bekéri a jelszavamat, amit én megpróbálok hiba nélkül beírni, és enter. Mi az? Megnézi a csomagok betöltése, azaz megnézi azt a csomagot, amit te megadtál neki, hiszen ez nem a tárolóból származó, biztos, hogy jól fog működni felkiáltású csomag, hanem abban lehetnek hibák. Ja, itt nincs. Megnézi a függőségeket, ha van olyan függőség, amit nem tud feloldani, hiányzik, az szólni fog, nem kell megijedni. Ki fogja írni azokat a elvárt függőségeket, elvárt programokat, ami ehhez kell, vagy javaslatot tesz, hogy még mit kell telepíteni, de itt ilyen nincsen, alap dolgokat beszélünk meg, bizony feloldotta a függőségeket, örülünk, ütköző csomagok keresése, nincs ütköző csomag, csomag egy darab, ő a neve, telepítési méret ekkora, akarjuk? Akarjuk hát, megnyomjuk az I betűt, vagy az Enter, hiszen az I betű a nagy jelzi az, hogy ez az alapértelmezett tovább léptetés, és igen, hát mindent megtesz, amit mi igazából elvártunk, telepítette, nézzük is meg, hogy van-e olyan, hogy Mega, van egy Megasync nevű programunk, és utána már nagyon-nagyon-nagyon boldogok lehetünk. A próba kedvét szedjük is le ezt, akkor legyen egy sudo pacman kötőjel R, ebben megvan a logika, hogy remove, eltávolítás, R, és mi a neve ennek a csomagnak, legyen az a neve a csomagnak, ami a neve, hogy Mega, nem emlékszek, hogy mi a további, megnyomjuk a tab gombot, és értelmesen kírja a shell neked, hogy van Mega CMD-d, vagy Mega Sync, melyiket szeretnéd te eltávolítani, nyilvánvalóan a C betűt utána tesszük, és már ki is egészítette a shell a nevét, és enterezzük le, és el szeretnéd távolítani? Nem. Hát ez azért mutattam meg, hogyha olyan shell-t használsz, és odafigyelve válogatod össze az eszközeidet, ez a kis kiegészítő. Úgy emlékszem, hogy a Bash-ban is van ilyen, de az ESH-t használom, abba biztosan meg tudod oldani, és szépen kiírta, hogy hát bizony nem szedte le, hiszen N betűt ütöttünk, ennyi. Fölraktunk egy olyan programot, amit máshonnét szedtünk le, nem a tárolókból. Milyen elgondolás mentén lehet a későbbiekben is dolgozni, mi az, amit meg szeretnénk tenni. Természetesen letöröljük a táblát, clear, és elindítjuk mit. Mit szeretnénk elindítani? Az, hogy legyen szíves már takarítani, tegyen rendet maga mögött. Azaz, az lenne az ideális, hogyha letöltött csomagok, letöltött forráskódok között rendet tenni. A teljes takarítást ezzel a parancsorral tudod megtenni. Észrevetted, nem gépeltem, másoltam. Pacman, kötőjel RNS, meg mindenféle. Majd a végén megmutatok egy-két olyan gondolatot, ami megszabadít attól, hogy ezt az egész hosszú sort megjegyezd, hanem egy kis más módszerrel meg lehet csinálni, enterezzük le,
a műveletet csak rendszergazdaként, akkor beírjuk, hogy sudo. Én nekem van egy listám, lesz róla szó, illetve hát egy részletet be is mutatok. A megszokott hosszabb parancsoknál én nem azt szoktam csinálni, hogy hát össze-vissza megjegyzek mindent, meg leírom, aztán majd lesz valami, hanem egy szövegfájlba elmentem, és ami elé a sudo kell, nem írom be. Tehát a bemásolásnál mindig rákérdez, hogy bocsi, hát na nézd meg már, hát a rendszergazdaként kéne futtatni, akkor megnézem, hogy a parancs valóban az, amit akartam, mert másolásnál előfordulhat, hogy nem azt másolom, és akkor a sudot elérve bizony megkérdezi, és ez a takarító dolog az összes olyan csomagot, felesleges csomagot, árva csomagot inkább, így mondom, eltünteti. Ez az első lépés, igen, el szeretném tüntetni, most a változatosság kedvéért megnyomtam az Z-t és Enter, és eltünteti az olyan összes csomagot, amire neki nincs szüksége, már nincs függőségbe, semmivel valami fölhozta, és kész. A következő kis trükköcske, ez már nagyon érdekes, illetve ez már túlmegy azon, amit én szoktam mondogatni, hogy alap esetben kell, és illik ismerni, de tanuljuk meg ezt. Az első gondolat, hogy clear, letöröljük a táblát, és bizony a pacmannak van egy olyan, hogy pactré feltelepíti saját magával a csomagkezelőt, tehát ezt nem kell külön telepíteni, ha kell, akkor úgy is tudod, hogyan kell telepíteni. A pacmannré, ez annyit tesz, hogy file függőségeket, egyebeket neked ki fog listázni fa nézetbe. A kedvenc szövegszerkesztőm ilyen tén függőségeit ki fogjuk listázni. Tehát beírod azt, hogy pac, tre, és a kedvenc programodat, vagy akármelyikre, amire kíváncsi vagy, és láthatod, szépen, normálisan kírja azokat a programokat, amibe ő neki van függősége, amihez ő kapcsolódik, ilyen kis áttételesen, tehát nem csak az, hogy ami közvetlenül, hanem még a környezetet, a kajrót, meg egyéb libeket is szépen-szépen kér. Ez kell, ezt érdemes tudni, hogy ezek kellenek. Ez a programot szépen kinéz, jobb, mint egy ömlesztett, egyszerű és átláthatatlan felsorolása, hogy mi a függősége. Nyilvánvalóan, természetesen ez nem minden nap használatos, de hogyha szeretnéd tudni a függőségi fát, és itt nagyon fontos a fa, egyébként a függőségi fát így nevezik, akkor bizony ezzel nagyon szépen meg tudod nézni, nyilvánvalóan ez egy grafikus program, igencsak sok minden függőség van. Na nézzük, letöröljük a táblát, és mehetünk tovább. A következő gondolat, ami fontos, hogy azokat a programokat, amiket ő leszedett, kicsomagolt, föltelepített, lejöttek a forráskódok, lefordította neked, elkészítette és telepítette, azok nagy része a gépeden egy átmeneti tárolóban van. Ez az átmeneti tároló, hogyha ezzel te nem foglalkozol, egy idő után több 10 gigabájtnyit fog elfoglalni. Miért? Mert ma frissítek, leszedi, holnap frissítek, leszedi, frissít. Két hónap múlva, ha nem foglalkozok vele, akkor 2-3-4-5-6 hónapnyi anyag bent lesz a csészbe az átmeneti tárolóba. Ezt tisztítani kéne. Én azt mondom, hogy van egy olyan program, illetve van egy olyan lehetőség, amit úgy hívnak, hogy jaj, kötőjel, SCC. Na hát ez a teljes takarítás, durva takarítása ennek az átmeneti tárolónak. Ez csak akkor használt, ha vészes helyhiányba szenvedsz. Én azt mondom, hogy érdemes ezt használni. Pac, csész, kötőjel R. Ez azt csinálja, hogy megnézi, hogy mi van ebben az átmeneti tárolóban, és az utolsó 3 verziót hagyja meg. Nyilvánvalóan, hogyha tegnap, tegnap előtt, azelőtt és azelőtt, tehát 4 nap, majd 4 frissítés által mindig jöttek az adott programból újabb verziók, akkor meghagyja a tegnapit, tegnap előttit és azelőttit. 3 verzió marad meg az átmeneti tárba,
majd megbeszéljük, hogy ez miért fontos, illetve későbbiekben is lesz erről szó, ehhez hasonló dolog, hogy bizony az a bent van az átmeneti tárodba, és akkor onnan tudod telepíteni, nem kell újra letölteni. Ez így a PAC Chase kötőjel R, ez így működik. Ha te egy kicsit ezt szeretnéd variálni, hát azt mondod, hogy hát jó, szép dolog az, hogy hármat hagy meg, de neked bőven elég az utolsó két letöltött verzió, akkor bizony egy K betűt mögéje írsz, és egy kettest, és leokézod, és bekéri a jelszavamat, és végig is fut, és mit mondod? Az, hogy 90 felesleges csomagot eltávolítod. Nyilvánvalóan, hogyha te vagy én az előbb feltelepítettem a H-topot, az leszette a forráskódját, vagy a csomagot, az előkészített csomagot, amiből telepített, tehát leszedett valamit az internetről, akkor ő volt egy. Holnap után jön egy újabb verzió, hát akkor leszedi az újabb verzióhoz tartozó csomagokat, bepaklássza a Chase-be, az átmeneti tárolóba, majd hogyha két hónap múlva a H-topot megint frissítik, hát akkor megint jön le még egy. A végén 20-30-40 sok ilyen program verzió lesz a gépeden, mármint annak a forráskódja vagy csomagja. A gépeden mindig a legfrissebbet fogod tudni használni. Ezt ne keverd össze, hogy mit használsz, és mi van az átmeneti tárba. Akkor egy idő után tele lesz a géped, és csodálkozol, hogy valaki megette a tárhelyedet. Nézd meg, én hetente, ma csütörtök van, és vasárnap szoktam rendszer adminisztrálni, már 954 megabájtnyi, majdnem egy gigabájtnyi anyag volt ebből a szempontból fölösleges. Mert van belőle 1, 2, 3, 4, 5, 6 verzió letöltve az átmenetibe, ott helyet foglalt, most csak kettő lett, és ennyi hely felszabadult. Profi, nem? Na, profi. Én azt mondom, hogy időnként hetente egyszer, hogyha lefuttatod ezt az egyszerű kis parancsocskát, akkor bizony tiszta lesz a géped, leszedi a fölösleges dolgokat. Természetesen, ha vészes helyhiányba szenvedsz, akkor ezzel a parancsal, egy pillanat, ezzel a parancsal, jaj, kötőjel, nagy S, CC, ki tudod üríteni a Chase-t teljesen ellenjavalt, bár igazából nem történik ám semmi, mert hát, hogyha újra kell valami, vagy upgrade-elni kell valamit, vagy valamihez hozzá kell nyúlni, nyilván letöltődik. A következő gondolat az, hogy hát bizony van úgy, hogy egy-egy program frissítése nem működik. Tegnap még működött, ma frissült, és nem működik. Mit kell ilyenkor csinálni? Dovn, tehát nem up, hanem down, leminősíted a programot. Ehhez van természetesen egy kis parancsocska, ez egy visszaminősítő parancs, nagyon meglepő néven downgrade a neve, és megadjuk, hogy mit szeretnénk visszaminősíteni. Nem fogok visszaminősíteni, csak bemutatom, és KDN live, nézzük meg, milyen régebbi verziók közül tudunk keresgélni. Ha a downgrade nincs fent a gépeden, mit kell csinálni? Telepíteni kell természetesen, ráütsz, egy kicsit dolgozok, és lásd meg! Az, hogy hiába mondják azt, pontosan mondják, természetes, hogy az Arch, az Rolling és a legújabbat tudod használni, ami nem azt jelenti, hogy csak a legújabbat tudod használni, ő a downgrade parancsal kilistáztatja az összes tárolóba, amit ő elér, az összes olyan KDN Live verziót, ami benne van. Azaz, ebben a pillanatban 20, tehát a 2020 negyedik hó környékén előállított a legfrissebb, ez a legfrissebb, akkor nem csak ezt tudod használni, hogyha neked valami olyan ingered van, hogy a 18-12 verzióból nem ajánlom, de lehetnek ilyen igények, azt szeretnéd használni, akkor természetesen select, azaz kiválaszod azt a verziót, azt a számot, amit te kiválaszasz, és a legrégebbi elérhetőt szeretnéd csak a gépeden látni, akkor megnyomod az egyest, és utána arra leminősíti, visszaminősíti a te KDN Live verziódat,
nem igazán szokott előfordulni, hogy ez kelljen, de van olyan élethelyzet, hogy a régiben még volt, vagy a régiben ott volt, és te azt szeretted, és azt akarod használni, azt a funkciót, akkor ezzel a kis programmal megteszed. Még egyre rá szeretnék mutatni, mit csináltunk az előbb. Az előbb azt csináltuk, a kis programocskával, tudjátok, ahol az kötőjel RK2-t beütögettem, hogy az előző két verziót, amit én letöltöttem és telepítettem folyamatosan, azt tartsa meg, a többit nem. És lehet látni a lokál felirattal, hogy a gépemen ott van a 20.04.0-asnak a telepítési lehetősége, és a 20.03.90-esnek a telepítési lehetősége. És ezt én meg tudom innél gyorsan tenni, hogy ezekre visszaminősítek. Tehát, hogyha kiderül, hogy hát Szent Isten a 20.04.0-asra fel-upgrade-eltük a programot, aztán hát valami nem működik benne, elő szokott fordulni a KDN Live-ba, hogyha folyamatosan frissítjük, hogy egy-két funkció ideiglenesen pár napig nem működik, akkor mit kellene csinálni, hogyha 0.4.0-as nem működik? Meg kellene nyomni, ha jól látom, a 31-es számot, beírom, hogy 31 és Enter, és utána természetesen szépen visszatérünk az előző verzióra, ki is lépünk ebből egy Ctrl-C-vel, és megkeressük fölfele nyilacskával, az, hogy Claire, és letöröljük a táblát. A következő gondolat, itt beszélgettünk arról, hogy hát bizony vannak tárolók. Hogyan tudod a tárolókat megadni? Nem fogjuk megadni a tárolókat, nem nyúlunk hozzá, nem piszkáljuk, nem igazán kezdő gondolat, de már itt tartunk, akkor nézzük meg. Mi, hol vannak a tárolók felsorolva? A gyökérkönyvtárban, nem a te home, otthoni, hanem a rendszer gazdai, vagy inkább úgy mondom, hogy a rendszer gyökérkönyvtárában, az etc.pacman.conf néven lévő fájlban van, hát bizony én a kedvenc szerkesztővel ezt meg fogom nyitni, de természetesen én már tudom, hogy önnek igazából jó lenne, hogyha előtte lenne a sudo, hiszen rendszerfájban nem turkálhatsz csak úgy, mindenfajta póri felhasználó, csak én a rendszergazda, aki tudja a jelszót, és meg is adom a jelszót, és utána a másik monitorra, itt van, látható, milyen egyszerű szerkezetű. Alapesetben ilyen a szerkezet, valahol idáig van meg. Idáig van meg az a lista, ami neked általában alapból fönt van egy Arch rendszerbe. Utána előfordulhat, hogy más is van, ha szeretnél hozzáadni valamit, volt róla leírás, csak kitérek, hogy itt azért ebbe is bele lehet nyúlni. Ha például a Megaboxnak a saját Arch alapú tárolója, ami a saját programjait tárolja, tehát csak az az egy-két programocska elérhető tároló szinten is, így lehet megadni. Nagyon-nagyon egyszerű. 3-4 sor. Ezeket a sorokat az adott program, ha ilyen van, honlapján is megtalálhatod, illetve természetesen volt róla a cikk, ott bizony föl van sorolva, hogy hol lehet ilyen extra tárolókat felkutatni. Nem egy bonyolult dolog, ennyi. Véleményem szerint, amit erről tudnod kell, hogy ebbe vannak felsorolva. Igen ám, az alábbi kérdés felmerülhet, és az utóbbi időben többször felmerült, szerencsére, és nem halljátok, de lekopogtam, nem Arch vonalon, hanem Debian, meg egyéb vonalon, hogy bizonyos tárolók kiestek a kínálatból. Azaz, ne úgy képzeljétek el az Arch Linux tárolóit, hogy az valahol egy helyen van, hanem nagyon sok országban ezeket tükrözik. És jó lenne, hogyha te azt tudnád használni a leggyorsabb és a legkényelmesebb. Erről is volt cikk, és csak fél szóban emlegetem, hogy van egy olyan programocska, és bemásoltam természetesen a parancsort, amit nem fogok elindítani, csak hogy lássátok. Van egy olyan, hogy reflektor, tehát most úgy képzeljétek el, hogy ez a reflektor körbenéz a világba, megnézi, hogy melyik országba tükrözött Arch tárolók a leggyorsabbak neked, és azokat befogja ezzel a
elgondolással, ezzel a parancsal, ilyen szép hosszú, de hát nyilvánvalóan senki nem gépeli ezt úgy be kézzel, hanem egyszerűen bemásolja, akkor természetesen a leggyorsabbat kiválassza, és utána nyilván szív menti és belementi abba a mirror listába, ami be kell, tehát ezt is érdemes tudni, de ez már messze túl van azon, hogy egy egyszerű ember felrakja az árcsot, be van állítva egy csomó tároló, annak a országnak a, hát hogy is mondjam, lokalizációjával abba az országba, amit éppen elkészítette a disztribútor, bele van írva ebbe a mirror listába. Szuper! És utána használja telepítésre, le, föl, rakosgatásra, kíváncsiskodásra, de előfordulhat, hogy időnként kírja, hogy XY tároló, hát nem elérhető. Akkor elő lehet venni ezt a kis reflektort, és leszkenneli a világ tárolóit, hogy neked melyik a legideálisabb. Természetesen én ezt nem fogom elindítani, ki is törlöm, hogy nagy véletlenül rá isek, nyilvánvalóan hiába ütlegelném, hiszen ez bizony felhasználói joggal, normál, sima felhasználói joggal nem fog működni, hiszen rendszerfájba irogatna. Oké, én megígértem nektek, hogy megmutatom, mi az, ami nagyon jó a Linuxba, hogy nem kell gépelgetni. Annyit, mint elképzelnek az emberek. Nézzük is meg, milyen elgondolás mentén merem én azt állítani nektek, hogy nem kell gépelgetni. Az első gondolat az, hogy ismerjük az alias. Igaz? Alias. Nem a sorozat, amiben az a helyes kis csaj rohangál és ütlegel mindenkit, és hát ő a CIA, meg a akármilyen ügyosztálynak az ügynöke, szóval a kavarás van. Nem az. Nem. Hanem van egy olyan, hogy bizony alias. Az alias egy rövidítés, egy álnév inkább. Így mondom, az álneveket hol tudod te összerakni? Nem kell megijedni. Pofon egyszerű dolog. Ha bast használsz, akkor a bas RC-be kell beleírni. Ha ZSH használsz, akkor nagyon meglepő, a ZSH RC-t kell használni. Ez a home könyvtárodban van, a saját könyvtárodban. Ha nem látod, tehát ilyet látsz, hogy hát nincs ilyen fáj, és hát hol van, hát azt mondta a Laci, hogy a saját könyvtáramban aztán mégse látod, akkor a saját fájkezelődbe, amit te ismersz, állíts be azt, hogy a rejtett, azaz ponttal kezdődő fájnevek, könyvtárnevek is megjelenjenek. Hát bizony, ahogy én említettem, a ZSH-t használom, és rákattintok, és meg is nyílik, biztos, ami biztos, ez a szegényke a másik monitoron nyillott, meg ide cipáltam. Na hát, az aliaszok beállítása nagyon egyszerű. Van egy hosszabb parancsod, a frissítési parancs, ezt az Arch Linuxból néztem ki, mert ott elég sok aliaszt használ Erik, és ő elkészített jó hosszú ilyen listát. Na, mindegy, lényeg az, a jaj, azaz Y, a J, kötőjel S, nagy S, Y, U, kötőjel, kötőjel, no confirm, az bizony, hát én nem akarok ennyit gépelni, én úgy gondolom, hogy up all, tehát frissítsd mindent, felkiáltású nevet szeretnék adni, és ez fusson le, ha beütöm a terminálba, hogy up all, akkor hát bizony indíts el a jaj, kötőjel, egyéb parancsot. Mi ennek a formációja? Beírod, hogy alias, lemásolod, megadod azt a nevet, amit szeretnél használni, ha lehet, ne egy program nevét, jó? Oké? Meg lehetőleg ne legyen hosszabb ez a név, mint maga a parancs. Egyenlőségjel, macskaköröm, és közé beírod. Az egyenlőség jobb és bal oldalán nincsen space. Erre nagyon figyeljetek, mert sok programozói nyelv olyan, hogy egyenlőség előtt után elvárja a üres helyet, a space-t, ez nem. Azaz figyeljünk, alias, a név, egyenlőségjel, macskaköröm, dupla, tehát mind a kettő és macskaköröm, és a parancs, és utána csinálsz egy mentést, és mi a következő lépés? Elindítasz egy terminált, figyeljetek, up, al, azaz, amit az előbb mondtam, enter, hát azt mondja, hogy kéne a jelszóm, természetes, hiszen az up, al, elindítja a frissítést, és megadta, és mi fut?
Upal, nincs is ilyen parancs a világon. Hát valaki megnézi a saját rendszerébe, ha nincs beállítva, aliasznak nem fog működni. Mit csinál? Megcsinálja neked az egész frissítést. Látható, le tudsz rövidíteni egy-egy szövegrészt, vagy parancsrészt, egy-egy ilyen aliasszal, ilyen kis script-szerűséggel, és utána le fog futni neked. Nem kellett azt a hosszú egész valamit beírogatni. Ez az egyik gondolat. Hogyha hosszabbak a parancsok, illetve struktúráltabbak a parancsok, amit leszeretnél rövidíteni, hát itt már azért egy kis tudás is kell szkriptesítés, ügybe szkriptet is tudsz írni. Nemrég indult a honlapomon egy mini alapozó szkriptírogató kis sorozat, érdemes elolvasni. Azért, mert egy hosszabb parancs, egy összetettebb parancs begépelését, egy-egy szkriptesítése, ami fajék egyszerű dolog, azzal meg tudod tenni. A másik gondolat, amit érdemes magadévá tenni, az, hogy bármi olyan egyszerű szövegkezelő, jegyzetelő, blokk készítő, tehát olyan kis jegyzetelő izékébe, programocskába, bizony te be tudod írogatni a parancsokat. Ha ezt te struktúráltan teszed, azaz úgy, hogy nagyjából eligazodj, akkor már nagyon kényelmesen tudsz ezzel működni. Milyen ilyenek vannak? Jó, egy középfinom, nem túl bonyolult, de jól használható eszközre mutatok rá, aminek a neve cím, hát bizony ezt is használhatod. De hogyha nem akarsz erre egy külön jegyzetelő eszközt használni, a címet meg is mutatom, hát egy ilyesmi. Ebben mindenféle parancsokat láthatjátok, bele tudtam írogatni, jegyzetelő kis programos, volt róla szó. Lényegtelen, ez már egy kicsit struktúráltabb, aláfölé rendeltséget, meg rendezettséget is ad, de hogyha neked nem kell, akkor nagyon egyszerűen rámutatok, hogyan lehet nagyon-nagyon egyszerűen megoldani. Csinálsz egy egyszerű szövegfájt azzal a programmal, ami neked tetszik, mondjuk ha lehet praktikussági okok miatt, ne egy komoly szövegszerkesztővel, például a LibreOffice-al, OpenOffice-al próbálkozz, mert ott a másolgatás nem olyan egyszerű a parancsorban, hanem mondjuk ilyennel, például hogy Geanyi, Notepad, Sublime Text. Na, nézzük meg a Sublime Text-et, hogyan nyitja meg ezt a fájt. Ilyesmit kéne készíteni magadnak. Gyors frissítés, adatbázis frissítése. Na hát, hogyha még egy kicsit szeretnél, hogy is mondjam, extrázni, még egy dupla keresztet is hozzátehetsz, hiszen az egy megjegyzés, na hát script alkalmával ezt szoktuk megbeszélni, és beírod a parancsot, és a következő, mondjuk infószerzésnél, bizony már nem csinálsz, más csak fogod, copy, kimásolod, keresel egy terminált, ami itt van, és beilleszted, és utána írod, hogy Vim, mondtam egy program nevét, és az összes infót leszeded. Nem kell megjegyezni az, hogy pacman, kötőjel, esé. Jó, hát ezt azért meg tudod jegyezni, nem egy nagy dolog, de mondjuk ezt a parancsort úgy fejből beírogatni, például, hát azért nem biztos, mert ha elütöd, hogy LTC-ből kimarad egy betű, rossz helyre teszed a perjelet, vagy itt, ami nekem előszokott fordulni, hogy pacman.d helyett pacman.d-t írok, aztán hát csodálkozok, hogy nem működik, vagy ezeknél, amik ilyen bonyolultabbak, látható itt azért a teljes takarítást, láttátok, ezzel kezdtem, hogy ezt én nem fogom beírogatni, és egyszerű beillesztéssel be tudod illeszteni. Nyilvánvalóan nem elvárás senkitől, hogy ilyen parancsokat fejből fel tudjon paraméterezni ilyen bonyolultsággal, hanem azért ez a kis jegyzetelős mániám itt nagyon sokat segített. Oké, köszi szépen, hogy meghallgattatok. Gyors összefoglaló. Van egy terminálod, beírod a parancsot, felparaméterezed, és működni fog. A telepítés, törlés, az információszerzés, különböző ilyen-olyan tisztogatás, akár a chase, tehát a átmeneti tároló, akár a fent maradt, fent hagyott árva csomagok, amire nincs szükség, de valaki felhozta valamelyik program, de elég rendezetlen módon nem volt hajlandó letörölni, akkor természetesen azt is meg tudod tenni, nem nagy ügy. Főleg nem nagy ügy akkor, hogyha ezeket az alapparancsokat összeszeded egy
Nagyon egyszerű, sima szöveg, fájba, és utána mit teszel? Bemásolod. Nyilvánvalóan én elmondtam, hogy a legtöbb ilyen parancs rendszeradminisztratív parancs sudóval, tehát emelt joggal kellene használni, és ilyen szövegfájba én mindig lehagyom az elejéről a sudót, hogyha éppen bemásolom, és akkor szól, hogy bocsi, ez a művelet csak rendszergazdaként hagyható végre, akkor rátekintek, hogy jó, hát persze ezt akartam, és akkor fölnyíl, és előírom a sudót, aztán már a jelszó megadás után működik, tehát tudatosodik bennem, hogy azért jó, másolgatni könnyű, de azért másolgat, hatunk olyat is, amivel problémák lehetnek, ha olyanokat is összeszedtük, destruktív parancsokat, akkor bizony, hogy le tudom ellenőrizni. Bonyolult volt? Jó sokat beszéltem. Ha valaki a honlapomon, a blogomban lévő kis listát letölti magának, összeír magának olyan parancsokat, amik hosszúak és napi szinten, heti szinten használatosak, akkor nem lesz neki gond. Nem kell grafikus felületen dolgozni, villámgyorsan egymás után, főleg, hogyha egy kicsit skriptesíti a dolgokat, egymás után az egész adminisztratív dolog, az le fog futni. Köszi szépen, sziasztok!